Hát üdvözlök akkor mindenkit a mai livestreamben ismételten, ahogyan ugye látni lehet a Rayman fan folytatni, mint ugye tegnapi alkalommal. És hát jó kérdés, hogy most ma mennyire sikerül haladni az egésszel. Ez majd kiderül, ugyanis hát vegyük úgy, hogy van talán... Hát egyrészt most ugye van, aminél abba hagytam, hogy ez a Space Mamas Crater, de hát például aztán a következőből is van talán 4, és utána a Final Boss. Nem tudom, hogy fogok tudni haladni, mert főleg, hogy ugye rá kell menni a 100%-ra is, szokásos módon. Szóval, ja. Úgyhogy nagyjából akkor szerintem kezdjünk is bele, ugye 76%-on van most a játék. És hát a következő pálya az, ugye mondtam is tegnap, hogy kicsikét ilyen hagyvérzéssel fog kezdődni a streamer, hogy ismételten Space Mama ellen kell menni. Tehát már egy újabb főboss lesz a úgymond a kezdés. Szóval egy nagyon jó. Nem mondjak, nagyon fogom élvezni a dolgot. De hát, ja. Tényleg azt néztem, hogy most itt volt kapásból itt egy élet. De majd a izé fog nekem kelleni a ládikó, amit majd arra fog tudni csak triggereltetni. Ja, értem, hogy mi kéne. Várjál, volt itt. Igen, ez. Csak hogy ezt nem fogom tudni elérni így ilyen könnyen. Mert ugye ott van egy élet, és azt akartam összedni, de hát ezt szerintem nem fogom. És ez erre jó, ups. Várjál, mert itt meg mi van? Aha, pont itt van ez, ami kell. Akkor meg van oldva. Akkor ezek szerint mégis megszerzem azt az életet. Várjál, ezt meg tudom így fogni. Tökéletes. Na, így a jó. Ezt meg szépen innen lepöckölöm. Jó, szóval megvan az élet. Hát egyrészt. Másrészt meg... Ugye nekem... Meg kéne fogni ugye az első kis izé ketrecet, amit... Jó kérdés, hogy hogy fogom tudni összehozni. Látásul azt nézem, hogy ugye hogy fogok tudni oda kerülni. Ja igen, tehát ugye most ugye pályánként így fogom magam aztán ugye természetesen ugye a ketreceket is megfogom egyben. Mert hát kell. És azt akarom megnézni, hogy várja, hogy fogok oda jutni.
Aha, jó, megvan. Ja, mert tényleg ott lesz amúgy is a pálya vége. Aha, jó, akkor az első ott a... Majd ott lesz ott a fönt. Hoppá. Várj, itt ennél a ceruzásnál, itt nincs valami plusz. De talán ott egy élet van. Nézzük meg, mennyire éri meg nekem az. Hát ennyire megérte, teljesen. Kicsit lejjebb veszem magam a játéknak a hangerét. Kicsit sok. Na, de legalább megérte most ezt felszedni, hogy van most még egy plusz élete. Most pont főleg Space Mamánál kell, mert hogy tegnap a Pencil Pentatlonnál két kontinút is elvertem. Ami kár, de hát ez van. Tegnap a hülyeségem miatt sikerült úgy nagyon elrontani. Hát ez ilyen. Sajnos ez abszolút megesik. Ja, igen. El is felejtettem, hogy ez ilyen szivatós direkt, és... Ja, hát és most megyünk lent. Na most fog kellene nekem egy P, mert az édes kevés lesz az, úgyhogy még jó, hogy felvettem egy plusz életet, mert most így... így viszlát. Jaj, felszedtem két életet fölösbe. Szerintem azért ennyire ne. Várjál, sőt, öt... Öt élettel kezdek, felszedtem kettőt, és már csak négy volt. Háromszor haltam meg. Először ide. Hoppá. Ja, mert először ide kell följönni, hogy megfogjam az egyik életet, ott az elsőt. És utána lehet menni a következőért. Milyen durva, hogy piciként meg nem csúszik. Szeretnék abból a szarból kiszállni.
Jéj! Majdnem megöltem magam, hogy úgy nézzük a dolgokat. Ja, amúgy várjál, ja, 6 életem volt. Vagy várj, mi? Ja, hülye vagyok, 5 continuum volt. Az azt jelezte, vagy jelentette. Ugye a continue-ból van 5, nem a komplet életemből. Ezt teljesen elfelejtettem, hogy ez totálisan mást jelent. Húha. Meg kicentiztem. Na jó van. Hát itt meg kivárom. És itt volt a tövi. Tök nyugodtan. Így legalább van. Van most már 6 életem, hát mondjuk nem sokáig lesz. Ahogy azt fogom csinálni, mint az előző körben, akkor nem sok értelme van. Már azt nézem, hogy várjál, lehet kerülni? Akkor kikerülhetem ezt a szart? Aha! Az jó, akkor ezt meg kell próbálni. Ezt ki kell próbálni. Csak óvatosan, mert egyébként az azért szivatós, mert hogy kifejezetten ezek a izé felhők, amik eltűnik. Bármi? Nem tudom, de sikerült. Itt fönt nincs semmi. Nope. Ja, egyébként amof legfölül pedig izé, ott is van vége. Ilyen titkos vég. Az a helyzet, hogy nekem most muszáj végig menni ezen a pályán. Tehát most nem titkos végezek. Az most nem lesz jó nekem. Így. Na, legalább egy checkpoint megvan. És most azt kéne csinálják, hogy csinálom, hogy így fogom magam. És így. Na, és most leszek jó. Igen, mert ugye ezt kéne csináljam, hogy most fogom és kiütögetem itt ezeket a... Húf. Semmi gond. Vagy illetve de. Azt hiszem ezek visszaszpannolódnak a rákba. Főleg így.
Igen, tehát azért, hát, ja, ezért most meg fogok küzdeni. Most muszáj. Csak ez nehéz. Igyekszek nem kapkodni, főleg, hogy itt is egyébként, bár nem víz, nem az a hú de izé, hogy úgy esek le, hogy megdöglök. Ugye ez a problémám, hogy itt most nagyon pontosan kell kiüssem. Hát vagy, ha hajlandó vagyok bevállalni ott egy ilyen pötyit, akkor talán ki tudom úgy jutni, hogy keresztül ugrok azon a... He? És tök jó, Rayman elengedte basszus kulcsakapaszkodót, tehát ez nice. Még ez lehet, hogy meg lett volna. És akkor nem kell ugye ma sokat szenvedni vele. Kéne azt csinálni, hogy elmenni lefele. Most nyilván itt egyébként leugorhatnék, de talán ezt annyira nem. Hanem most amennyire látom, hogy nincsen... Akartam mondani, hogy mondom, nincsen ilyen izé, de... Mindegy. Szóval ott van élet. Tök jó lenne megfogni. Ezekre biztos igaz, hogy... Aja, igen, megvan, hogy lehet felkapaszkodni. Jó. Aha. Jó. Tehát nincs több kérdésem, hogy ilyenkor mi történik. Csak igen, és akkor... Na, ott kéne azt elérni, hogy föl tudjak menni a teruzákra, úgyhogy nem ugorjuk túl ott a... Igen, itt ez a sok idióta. Ja, mert várjál! Igen, igen. Akkor meg ketrec. Jó, úgyhogy itt megvan kettő. Mindjárt megyünk a part kettőre. Hát azért a part 2 se semmi. Na de... Ugye én itt nem végeztem. Na megvan, jó van. Picit nyögött.
Oké, hát na most itt a következő pályánál, na ez érdekes lesz oda eljutni, mert hogy föl kell menni nagyjából ott a checkpointhoz. És... de, hát várjál, mert a... az első ketrec az még valahol, az pont fönt lesz, ahogy haladunk. Viszont ez szivatós egy rész, úgyhogy ezzel óvatosan. De pont emiatt, hogy mozog. Ott van az a... az egyik ilyen... inkább ezt így elkapom, az a biztos. Így né. Szépen lassan. Várjál! Igen, igen... van itt nekem egy plusz. Föl. Aha! Ja, hogy ez visz oda a ketrechez. Megpont ezt kerestem, és azt hittem, hogy oda, ahhoz majd vissza kell így menni. Ezt kiütöm a biztonság kedvéért, mert ez annyira nem jó, hogy itt van. Jó. Na, eddig jó. És akkor már annyilástól ez egy kicsikét így egyszerűbb, mert már platformok vannak. Na, csak arra kell figyelni, hogy... hoppá. Hát egyrészt, hogy ilyen hülyeségtől ne halljak meg. Kezdjük azzal. Igen, viszont azért, mert le kell menjek. Amit akár meg is tehetek most. És elméletileg, hogyha tudom ezt így... így ügyeskedni, akkor tökéletes, mert... a... az egyik ilyen platformot megkaptam. És illetve már most megkaptam a... a ketrecet is. Ez szinte már jó. Ja. Igen, ez így jó pofi. Csak jó lenne, ha el tudnám kapni végre. Ó, és van ott élet. Na, és akkor már pont a következő részénél már... már ott kettő kell csak. Na, ezt meg pont jól meg ki tudom pótolni, itt, amit elvesztettem. Meg lentebb... itt lentebb meg nincs semmi. Még olyan, mintha lenne. Vagy lehet, hogy volt. Csak már fölkaptam korábban. Jó, ja igen, mert tényleg voltak életek. Azokat már szerintem fölkaptostam. Jó, akkor innenestől kezdve most... innenestől kezdve most annyit fog csinálni, fogom magam és akkor levetődök adta. Ja, várjál, hülye vagyok! Még ezt a pályát meg sem csináltuk. Hú,
pedig a tőző szerint kéne lenni egy életnek, de hát mindegy, elengedem. Megfölül van egyébként. Nagyon akarom. Ja, azért kéne fölmenni esetleg. És annyira nem vészes. Kivéve így. Na most már mindegy. Úgyhogy na most fogom elengedni ezt az életet. És ja igen, és akkor nézzük a... hármast. Mert hogy az jön. Na nézzük a harmadik pályán, itt meg viszont hol vannak ketrecek. Illetve trigger pontok, ja igen. Az egyik fix helyen van, tehát azért nem kell trigger elvenni, de viszont pont ami útközben van, az ott viszont van. Úgyhogy ja. Föl kéne tudjak majd jutni. Jaj, ezt tudom melyik! Ezt viszont én így vágom melyik. Ez a pálya is kicsit ilyen agyvérzős a magam módján. És még jó, hogy itt van egyébként checkpoint, mert ez amúgy tényleg olyan, hogy agyvérzős. És ez nagyjából így jó megcsinálni. Igen. Van fönt egy trigger pont, azt viszont látom. Ez ráadásul olyan, hogyha... nagyon ügyes vagyok és átugrom, akkor kapok életet. Hát itt meg véletlenül... sikerült azért csak-csak elkapni a tüskét. Ja. Na, és ennél a résznél, és ezért mondom, hogy na itt most, ja, mert rémlik a dolog, a PSS változatban is ugyanez volt, hogy mennem kell egy kört, most ezzel a paddal, kapok egy triggert, ami előhozza a felhőt. Úgy látom, megbaszódtam teljesen. Pedig ezt majdnem vissza lehetett hozni. Szeretném a pályát még befejezni. Igen, és az a jó, hogy egyébként ez visszajön ide. Egyébként itt a pálya vége. Egyelőre még nem szeretném a... ja, hogy a nénikédet! Akkor várjál csak! Jó, megint hülyeséget csináltam. Azt hiszem rá kell egy kicsit jöjjek erre, hogy mit kell csinálni. Na, mert ott a felhő. Egy tök jó, már ott van egy élet, amit most persze jó lenne megfogni. Csak erre hol van, ez ott is késrészen, oda jöttem föl. Na mindegy, csak jó lenne azt az életet megfogni. Nyilvánvalóan.
Ja, és... Oh. Hogy ez a... Ja igen, ez az a platform, ami visz az élethez. Ezt úgy szeretném megkapni, nagyon szépen köszönöm. És ott a ketrec, úgyhogy most már azt lenne jó megfogni. Jej. Ott a ketrec, egy. És most már azt az, akkor ezek szerint ahhoz a felsőhöz is kell. Trigger. Ráadásul azt nézem, hogy szerintem pont az a lényeg, hogy menjek oda föl. Én most ezt a izét meg kell fogjam megint ezt a padot. Így föl. Így. Ott van még egy. Ugye kellenek ezek a kapaszkodók, és ott van a... Itt az utcsó. És most megyünk még bosszozni. Úgyhogy még ráadásul ott szúrtam el, hogy én megdöglöttem egy párszor, és hát ja, nincsen pém. Ja, úgyhogy biztos igaz, hogy lesz continue talán. Space Mama az agyamra megy ilyen téren. Főleg egyébként ez a második harcnál, ez a legrosszabb. Ja igen, mert anyád, tehát jöjjél rá, hogy amúgy ez a szar meg sebez. Tehát, jaj, nice kezdés. Úgyhogy így kell az életemet elveszteni. Érted, egyébként egy mosógépben jön ez az idiótája. Érezd, hogy fel a menet. Nem hagy elég helyet. Ezért nem szerettem ezt a rohadt boss fightot. Ez szemét. Nem elég, hogy nem hagy helyet alapesetben, tehát beszorít, mint a szar, tehát meg akkora nagy, hogy mindig hozzáérek. Ugye nesze neked hit detection. Hát igen, szóval... Mondjuk ez olyan, amikor csak itt szimplán ugrál. Hát ezek a kurva hülyangjai. Ad egy ilyen hülye hangot, ez a... Akkor ilyenkor pörög. Na, fél életelem van. Ezt úgy megéreztem. Banyád alt! Inni! Mindegy, szóval ez a boss fight, ez sokkal szarabb.
Mert a következő még hagyján, bár az is jó szivatós. A kurva szánádat, és nézd meg, még reagálni se hagy időt. Hadd csapjalak már meg, te szemét láda, hogy ott egy életet. Nagyon örvendek. Mindig egyébként a fejét kell ütni. Tudjátok, ahogy mondják, hogy a fejét üsd, ott nem sántul. Na körülbelül most ez igaz. Úgy nyomtam a lefele gombot is egyébként, és mit csinál, inkább Rayman ugrik. Gratulálok, na így fogunk elverni egy continue-t, és muszáj leszek elverni continue-t, mert különben kezdhetem ezt az egész pályát előről. Anyádért jössz közelebb, de... Próbáld meg kikerülni. Nem lehet kikerülni, csak szólok. Space mamától agyvérzést lehet kapni. Jó, azt hittem egy pillanatra, hogy mondom, megállt a stream. Ja, és ő már amperkodik. De bírom, hogy ilyenkor is sebez. Continue! Igen, ez hogy vérzős menet lesz. Bázz anyád, Isten! Na jó, ez bullshit. Utálom. Utálom. Undorító egy fő boss ilyen téren. Minden lófasz sebez, egy-kettő meg beszorít. Tehát egyébként azért mondom, hogy... Nézd meg, és nem enged el. Sikerült lőtnem. Ez az, hogy fejbe kell kólintani, érted ezt az idiótát. Persze, ne hagyjál elég időt. Ops, és most csináltam hülyeséget, köszönöm, annyira ügyes vagyok néha tényleg.
Köszi. Fair enough. Köcsön. Ezek most nem ütettem bele egyet. Jó! De rettenetesen nehéz, és az a baj, hogy itt direkt aztán itt a második felétől már húzódik. Annyiból nem érzem amúgy fairnek ezt a boss, hogy itt nyugodtan rakhattak volna egy P-t. Kösz, és szorítsál be. De szíves, hogy nem lehet megütni. Az a durva, hogy nézd meg, tehát azért vettem le az életéből, tehát már a felel megvan. Ó. Egy kis cseles. Igen, gondoltam, hogy nem fogja megadni az időt. Jó, de ha itt sikerül kijutni nagyjából a maradék életét, akkor igazából jó vagyok. Jaj, ne! Tényleg, ez annyira rossz. Igen, ez annyira rossz. Ez a másik. Hogy kurva szeljet, megy a rohadt mosógép mögé, és ugye azt kell csinálni, hogy el kell kezdeni ütni a mosógépet, mert akkor a fedezékből kicsikét úgy megizél. Aj, ez annyira rossz, te. Tehát ez a másik. Tehát, aj, Istenem, tehát nem, tehát ez a boss az ilyen téren egy szeméthúzás. Azt nézem, hogy ha elkezdem tehát hátulra kapja az ütést, akkor hátrább megy. Mi az jó? Igen, na ilyenkor nem üthetem meg. Igen, szóval egyébként, ha úgy veszük a főbosszok közül, tehát a Space Mamát utána a leges legjobban. És pont őt kell basszus kétszer bedobni ezt az idiótát. Egyszerűen egy szemétláda egy boss maga módján.
A kurva szád. Jó, nem baj, de ez a... Igen, és most sem. Igen, itt nagyjából meg lesz ez. Most már csak azt kell megvárni, hogy felrobbanj az a hülye mosógép, és megvan. És megöl, Istenem, a végén, de próbáld meg ezt, keci, kikerülni. De még amúgy basszus kulcs, és még érted, a maradék négy életét üst ki. Oh! Hú, az meg, bazd meg, ki lettem centízve. Ja, hogy csak így is közelebb jön, rohadjon meg. Az ott pedig majdnem megvolt. Majd kezdtem izgulni, hogy na mondom, meg lesz, az nem. Így is azt a maradék négy életét kellett volna valahogy kiüssem, de hát ezt így... Már ez a jó kérdés, hogy mi lett volna, ha az ilyen arany kezek meg szuper kéz az megmaradt volna. Akkor az dob kettőt? Akkor egy kicsit hétlem. Na-na! És most baj van? Na, ha itt idióta mód elbukom. És itt fogom elbukni. Nem ad elég időt, nézd meg arra, hogy most itt még izé... be tudjak kúszni, mert az a baj, hogy ha hamar elkezdek, akkor amiatt kapom, ha meg viszont késő, akkor meg pont emiatt. Tehát egy... annyira nincs normális timing. Megy. Mondom, hátrább megy. Uff. Közel voltam ahhoz, hogy baszod izé. Nekem jöjjön. Ezeket a pötyiket jó lenne úgy megtartani. Ott az ilyen szívások miatt. Kár, hogy a hülye mosógépét nem lehet szétszedni. Meg ez de jó lenne. Ó, pont jó helyen voltam. Itt ugye lehet futni, és akkor úgy megvan az időm. Hát,
Ínye az anyádat. Nézd meg, hogy csak nekem jött. Ja, és most jön a hülye. Az a legkellemetlenebb basszus kulcs, hogy még ezzel marha mód nem sebzem. Kikúrom a fedezék mögül. Mondjuk a PSS-be rohadék kurva fel. Ja, futni kellett volna tényleg. Mit akartam mondani? Ja igen, a PSS-be egyik egy sokkal rohadékabb. Ez a mosogatós rész, vagy mosógépes rész. Mert olyankor meg izé, azt nézi, hogy hova ugrasz. Most meg itt csak egy izé palettát vett alapul. Már nagyon szorítom kéne vissza ezt az idiótát, mert most egyre közelebb jön. Jó van. Vagy kapja az ívet. Azt hittem, hogy oda fogja helyezni ott a másik izé kis másik oldalra. Hortyogó fazekok, bazd meg, azért ez hihetetlen. Jaj, hoppá! Azt totálisan elfelejtettem, hogy na, az hozzám érhet. Na, hát ez egy kis bénázás volt. Igen, és most megy a mosógép mögé. Space Mama mosógépe mindjárt felrobban. Na jó van, ezt nagyon nem fogadom el. Így. Igen, és megint jön a következő fazekas menet. Isten. Úgy érzem, hogy itt a continue-kat nagyon csúnyán el fogom használni. Aj, Istenem, hülye Space Mama, szia Balázs! Isten verte szar is. Mármint a boss. Nézd meg azért, jön ám közelebb a suni anyját. Most kólintottam fejben, de ne zavarjam. Úgyhogy húzzám! Hát... Na, most kezdődik, ha úgy vesszük. Tudtam én, hogy ez lesz, tehát...
Mondtam. Ezzel fogjuk kezdeni baszki a streamet, ezzel a izom nagy rage-eléssel, mert ez egyszerűen egy reteg. Fejbe kólintottad a Space Mama még mindig. Már hány continue-t basztam el? Rengeteget. Elbasztam egy kettőt, tuti. Kettőt biztos. Na. 10 continued van összesen. Az egész játékban 10 continued van, és hogyha mind a 10-et elvered, akkor off, game over. Ah, és nem figyelek. És ez olyan fölösleges volt. És nézd meg, még azért is... Hát... Nem mondanám nagyon kevésnek, csak pont ez az, hogy most pont ilyen, az Isten áldja meg, mi van ezzel a rohadt bosszal? Istenem, fúj, ez egy undormány. Ja, igen, szóval nem lenne ez alapesetben kevés, sőt, mi több. Hát most nagyon jó példa az Earth War Gym. Nem, csak egy continue-t összesen. És vagy összegyűjtöd a pályádból, vagy off-olod. Például úgy, hogy ahhoz képest, ez, hogy itt 10-et ad, az megváltás. Csak hát igen, amikor... Ilyen aranyos a játék, és így nem nagyon segít, sőt, mitől inkább jobban szopat, mint kellene. Ilyen bosszokkal, mint Space Mama másodjára. Akkor úgy annyira nem örülök a dolognak. És nem lesz időm? Letudtam. Jaj, és ebből egyébként az van? Hogyha Space Mamát most totálisan bebukom, tehát úgy, hogy az összes kontinuumot ellövöm, akkor a pályát újra kell csinálni, úgyhogy megvan az összes ketrec. És egy jó, hát várjál, mennyi idő volt, most mire összeszedtem a mindent, életet, ketrecet, végigmentem a pályán, szerintem 40 perc biztos, hogy volt. Aha, jó van. Tolasson már ez a dögött állatja. Szóval én ezért tudnám mondani, hogy na fejennek ezzel játszani kéne. Szerintem ő is akkorát rage-elne itt helyenként, mint a szar. Vagy sőt, a fenéket büntetésből, aki mit tudom én... szarakodik, meg minden, annak kötelező ezzel játszania. Úgyhogy Balázs, készülj föl! Mert vissza fogod sírni Baldit ezek után, ha valami ilyesmit csinálsz. Nem, Daninak azért nem szabad ezzel játszania, mert ő leszarozna instant. És én meg azt nem tűröm meg. Mert önmagában nem szar a játék, csak kurvára nehéz. Igen, gondoltam, hogy elkapja a lábam.
Space Mama szopad, bazd meg. Az anyádat, aha, jó, ez konkrétan esélytelen volt kikerülni. Jaj, ne, megint most jön a... Eddig jó, amúgy köszi a kérdésed, szia Kristóf. Várjál. Szopatást érzek most ebben a menetben. Hú. Tudtam én, hogy valami. Jó, arra nem számítottam, hogy kétszer fog lőni. De mit várok el a bosstól tényleg? Majd fair játékos lesz. Ó, Istenem, de kurva közel van. De mondjuk Space Mama is a fair játék. Hé, jó van, akkor te játszani fogsz vele, úgy érzem. Na pont erről beszéltünk, hogy na, aki ízét trollkodik meg minden, annak pont be fogom ajánlani, hogy kötelező lesz ezt végigvinnie. Úgyhogy úgy látom, Kristóf, te leszel az élő példa. Akarod, tudtam én, látod? Csak mondanom kellett. Igen, és elfelejtettem egy konkrétan googolni, vagy nem googolni, hanem is feküdni. Én benne vagyok. Úgy is érdekel, milyen a lézeteg. Haladunk fogyasztani a kontinuót, ez jó lesz. És durva, egy óra alatt csak ezt az egy pályát sikerült. Hát annyira összehozni, csak hogy még mindig a bosszal szenvedek. Jaj. Nagyon örülnék neki egyébként, hogyha mai streambe sikerülne megcsinálni ezt a bosst. Egyébként hallottam, hogy mondják, hogy én úgy nagyon nagy poén.
Kihagytam, hogy fejbe kulincsom. Kapjad már, léci. Na, jó van. És akkor kell még 2-4-5-ször belőtni. Elhiszem, hogy nem fog. Egyébként az a csúnya, hogy elhiszem, hogy nem fog. És az jó szar lesz, mert akkor ezzel még egy jó darabig szenvedni fog. Mármint úgy értve az egész játékkal. Mert amúgy az a durva, hogy önmagában a főbossz az még nem is annyira szar. Csak ez az egyetlen egy. Tehát még a következő főbossz se annyira gázos. Maga módján. Na, igen. Gondoltam, hogy igen, az én szenvedésem az mindig jó móka, hát nem hiába volt divat a Rage Game-ek. Aha. De bírom, amikor így hirtelen így változtatja a... jönnek a fazékok, fazekok. A szent fazekok. Na már csak kétszer kell beleütni. Mondtam, hogy meg lesz ki. Hát igen, ez jó szar, viszont igen, most ugye menni kell Bettila után, mert már odáig fajult a dolog. Jaj, viszont maradt 2 kontinuum. Várjál? Nem, 1 kontinuum maradt. Hát ez jó kis szenvedés volt, de tudjátok, hogy totálisan megért egyébként a kontinjúkat elvesztegetni most már ezek után, hogy megvan. Na akkor, kezdjük a Crystal Palace. Össze kell gyűjteni itt is a ketreceket. Ja, és igenis, azért ez is jó poén, csak itt ilyen ugrálgatós lesz végig. Úgyhogy ja, fasza. Na mindegy. Nézzük akkor. Egyébként azt nézem, hogy kell lennie trigger pontnak. Kezdésnek jó. Az nem... Ja, de ez izé leesős.
Aha, itt egy P is. Kajak beakadtam ott abba a kékbe, de rossz. Aha. Ouch. Igen, és ott ez jó, várjál, csak akkor megvan. Féles. Mínusz egy életet, azért ennyire nem. Az életet becsülni kell. Főleg ebben a játékban. Egyébként Balázs, most olvasom még vissza a kommented. Jó szar az angolod. Tehát még az előző, hogy jó szenvedésed a jó szórakozásunk, tehát what? Nem elég perfekt az angolod, nem úgy, mint Ága pozitívnak. Jó, hogy ugrottam, de oké. Kristóf, az egyetlen dolog, amit jól teszel, amit helyesen teszel, az az, hogy befejezte ezt a hülyeséget. Az első okos döntésed. Mi szúrt meg? Hát ez biztos. Én itt lenne a következő ketrec, de az hogy? Kéne valaminek lennie, és szerintem ott egy trigger pont van. Hát most már sokkal jobb. Nem gondolkozom, hogy ezt a ketrecet azt hogy lehetne elérni. Döglés. Jó, de semmi gondban mentettem. Na. Nem dob mentést. De sunyi. Jó, ezt talán így nem érte meg. Reménykedtem, hogy a... az bejön, de nem, pont úgy elszaladt, ahogyan kell. Na mindegy, mert egyébként ha úgy veszük, akkor szépen haladok a játékkal, tehát meg amúgy is most úgy gondoltam, hogy olyan fél 9-ig max a streamet. Thank you.
Úgyhogy ha úgy vesszük, akkor... Végül is jók vagyunk. Pont ez volt a kérdéses, hogy Space Mobile-val hogy fogok tudni haladni, vagy egyetlen ezzel hogy lesz. Mennyit fogok szenvedni vele, de hát úgy viszonylag sikerült megoldani. Úgyhogy bő egy órás szenvedés után. Kéne siege-ezni amúgy, basszus. Tegnap ültem le egy kicsit siege-ezni, látszik, hogy amúgy ide nem játszottam vele. Ezt meg miért nem kapja el? Ja igen, tényleg a Sonic-val, a Krokival. Úristen, basszus, tényleg megvágtam a videót, meg készen van, csak izé kéne keresni az outro-ra egy zenét, és kirenderelni azt viszont lehet, és a pont most így a napközben nem nagyon jön össze, hogy dolgozom, kell a gép. Aztán ki kéne valamikor pedig rendereljem azt a videót. Az már kimehetne a hétvége tájt, akár. Egy jó kis videó lett abból. Oké, na, nagy nehezen siker. De és meg... Várj, jaj, lehet, hogy összenyomott a platform, két platform. Mondom, csodálkozom, hogy mondom, egyetem miért sebződök, de megvan. Ja, várj, melyik is? Ja, izé volt előtte az a Boring Man, bár nekem pont faszául. Crasheltett az egész gépmet a rákba. Na most felmerül a kérdés abban, hogy na most vajon az összes cuccot, amit én itt megfogtam, az mennyire? Hát egyébként igen, tehát én is néztem a trailert a Sonic filmről, te jó jég, tehát hogy én amúgy is, én mindig is azt mondtam, hogy mondom, szerintem valahol mélyen ezek el vannak baszva. Tehát amikor csinálnak egy videójátékról egy komplet meg filmesítést, tehát nem az, hogy mit tudom én animációs filmet, mert amúgy azt mondanám, hogy az lenne a legértelmesebb gondolat, hanem inkább meg filmesítést csinálnak, tehát CGI meg minden lófasz. Tehát az sose jön össze, és nem tudom, hogy miért erőltetik.
És tessék itt a nagyon jó végeredmény. Hát én meg hülye vagyok, hogy meg is nem bírom megfogni. És itt a jó végeredmény, hogy szar, vagy hát nem is az, hogy szar, de szarul néz ki. És teljes mértékben ugye fel vannak háborodva a rajongók. Ugye nem csoda, mert tehát, ha összehasonlítjuk azért a két karaktert, legalábbis ugye a megfilmesítettet, meg ugye a videójáték karaktert, akkor azért... Akkor ez eléggé masszív különbség van. Ja, igen, ugye elérték, hogy újra fogják csinálni a karaktert, de hát én egyébként az évvel is kicsit szkeptikus vagyok maga a sztorival, meg ahogyan úgy értitek. Tehát ahogyan kinéz. Tehát az a helyzet, hogy hogyha nem tudják tartani magukat konkrétan ahhoz a úgymond eredeti koncepcióhoz, amilyen a játék, akkor valahogy az sose jó. Küldesz egy kaubot. Hoppá. Ja, jó. Valószínűleg stream után mindenképpen ránézek. Pályát is megcsinálni végre. Jaj, mert most mehetek vissza ugye azért a tetves ketrecért. Hülyeséget mondani, de szerintem nem. Megpróbálom még egyszer, inkább nyomok egy checkpointot, hogy biztos, hogy biztos alapon azt a ketrecet beleszámolja. Hát, bannolni nem fog, csak ugye maximum a izé, ugye Nightbot fog csinálni, ugye tíjózni. Várjál, viszont stop, meg akarom nézni, hogy ez az utolsó ketrec az hol van. Ja, megvan, jó. Erről jó helyen járok. És kajak visszadobott, érted a játékpont a tüskés részre. Kicsit sem köcsög. Hát végül is megvan a harmadik. Annyira tudtam, hogy ezt fogják csinálni. Ja, azt hittem már, hogy izé... Hogy megint behoztak ketrecet, mondom, mi a fasz?
Jó. Ott volt a P, nem mindegy. Várjál, hogy hülye vagyok egyébként, nem feltétlenül kell most itt a izét a... streamet. Úgymond basztatni. Megnyitom. Lényeges a hangem egyébként, vagy nem? Mindegy, jó. Majd megnézem, hogyha meg tudom. Én majd stream után ránézek. De egyetemek, hova az anyádba küldez? Elahogunk. Jó, akkor majd stream után ránézek. A játék is úgy bejelentkezhet degecre. Helyenként. Köszi. Na jó, tehát azért ez... Várjál, és egy helyen van például ilyen lesis... lehetőség erre. És nézd meg, ha nem figyelek, bazd meg, akkor... Az igen, te. Amúgy itt volt a ketrec. Úgyhogy még jó, hogy... Kis is szivatos néha. Mindig. Na jó, nem mindig, de azért most a nagy többségben az... ilyen szemétláda mód viselkedik. Megfogottnak tekint ilyenkor, jó van. Mert nem volt checkpoint, csak azért. És köztem meg viszont... Azért ez a bunkós hegy, ne továbbja. Jó, de legalább úgy érzem azt, hogy most már mert a Twitch montást is el kéne kezdjem most már csinálgatni, mert leszettem a még a múlt heti GTA 4-es videót. És még mindig nem szerkesztettem bele. Most már azzal is el kéne kezdjek foglalkozni. Ismételtem. Tegnapiból is lehet szedni ám. Ó, igen, ezek a... Vannak igen, ezek az ilyen szennyláda bogarak. Ja igen, és oda majd fel kéne tudjak tényleg jutni. Ó, mert ott van egy ilyen hülye alagútban. Erre emlékszem. Aj, ez is de rossz. Ezek is de arik. Hát
materiál? Itt mi is van fönt? Hát egy olyasmi, ami nekem jól jön. Hát a... Mondjuk jól jön. Nem jön jól, nem érdekel. Mert ugye ez az arany kéz volt. Ezzel a szuperrel jól jön. Hát úgy vagyok arra, hogy nem érdekel. Na végre, kiütve. TKO. És ott a checkpoint, érted? Tehát, hogy így... Jó. Igen, és itt kell megoldjam azt, hogy valahogy feljussak. Ugye, vár. Meg talán... Hát... Arra... Na mindegy. Igen. Igen, és ide kell tudjak egyrészt felugorni. Haha, és ott volt a pénz. Lehet, hogy hamar le fogom ezt lőni, úgy érzem, nem lesz ez 8:30-ig, mert már nagyon csúnyán. Esik össze, hát a Space Bomb-mal lefárasztott nagyon durván. Úgyhogy holnap is van nap. Ja nem, tényleg oda el kell jussak. Mert ott van egy felhő. Csak... Igen, ezt azért ezt így... kicentízni érdekes lesz. Igen, és akkor itt van egy ilyen felhő. Ami elviszi így erre. És vissza kell azt hiszem menni. Lesz még egy. És arra kell felpattanjak, és az lesz ott az utolsó ketrechez. Amint a második, most ennek a második pályának az utolsó ketrecéhez. Ezt fog odavinni. És utána mehetünk le. Mehet tovább. Hát nézzem, megszülte a zenét. Ja nem, ez kompletten az utolsó. És akkor még ezután meg kell csinálni a part 3. Ja nem, mert ez csak két... Oh. Ugye ez csak kettő részből áll.
Jó van, semmi pánik. De most már van pánik. Most már kevésbé. Várjál! Ja, hogy alap esetben ez a felhő nem csinál semmit. Ez a kifejezetten nem szabad elkapkodni. LOL, what? Tehát nem azért, de ott keresztül ment rajtam egyébként a tüske, csak szólok. És nem sebződtem, lol. Ne sebződjél, lol. Jó, toptam egy mentést, nice. Jaj, az Eat & Juice. Szar. Meg a Jody extra. Terrestrial, úristen ezek a nevek, de ez borzasztó szar. És ennek négy része van, öt. A hatodikról meg ne is beszéljünk. Tehát minden egyes pályán... Várj, mi? Igen, minden egyes... Hát várjál, az első 40, a másodikon 2, a harmadikon... Nincs. Negyediken... is van. Ja de! Kettő... Azt egy... Kettő... De ez csak öt. Ja, mert elszámoltam magam. Bocsánat, három van a következőn. Hát jó, végül is azt mondta, hogy fél kilenc maximum, úgyhogy akkor tessék bevállalni. Várjál, csak milyen rákot kéne csináljak? Ja, csak oda menni hozzá. Ja igen, kaptam egy ilyen izét, Szent János bogarat, mert most ugye ilyen a sötét pálya. Egyébként azért jó, mert itt ilyenkor az ökrök már kell most itt nagyjából összerakjön, mi van előttem. Tökéletes pont most ez az egy élet, ez kellett nekem.
ez milyen hosszú. Pont felhőig megy. Uff, azt éppen hogy kikerültem. Ja, és megfogtam. Aha. Ez igen. Erre itt most a végig megyek. Most nekem amivel problémám van az az, aj hülye antitunch ez meg. Kellett volna trigger elődjön egyébként alapesetben? Csak kérdezem. Szerintem rohadtul, de... Ja... Pont ahol izéltem. Ott van mi? Már csak egy pék kellene nekem. Ó, na igen. Igen, tehát ez egy szar rész egyébként. Igen magában. Hát igen, most viszont nagyon ki vagyok segítve ezzel a izével. Na, következő pálya azért vicces, mert a három ketrecet megfogni, na az érdekes lesz. Ja, Ben nem tudok mit kezdeni, igaz? Azzal nem. Ha! Kár. Ja tényleg, mert azt hiszem, várj, itt kéne lebukjak? Tehát már mint, hogy így le. Ezt akartam csinálni, csak hát túlszaladtam.
Na igen, és akkor itt kéne valahogyan... Ja igen, mert lehet, hogy ott fog kapni... Ó, elvesztettem az összeset. Az a helyzet, hogy most kövi continue-t, mert nem nagyon akarok elbaszni. Az pedig viszont sajnos azt jelenti, hogy majd előről kell kezdjem a pályát. De szerintem akkor lehet, hogy ott fogom, akkor lehet, hogy viszont... Na mindjárt meglátom, hogy haladok vele. Úgy veszük egyébként még csak a... Most még csak egy ketrecet szereztem be. És ha nagyon akarom, akkor igazából itt most offolhatnám az egészet. Megvan. Hoppá, majdnem. Gyület belőle. És igen, persze, hát nyilvánvalóan pont ebbe az irányba jön. Igen, jó. Nem, ez off. Mert tessék itt a total game over, tehát ennyi. Hát az a durva, hogy ilyen nincs is több continuum. Hát igen, szóval a helyzet az az, hogy most már innestől kezdve nagyon jó lesz, mert hogy... Bizony-bizony, continue nélkül így eléggé necces lesz, és jó hosszú lesz, úgyhogy szerintem maradjunk annyiban, hogy a legközelebb is ez inkább ez majd holnap lesz. Legalábbis nagyon remélem, hogy holnap, vagy ha más nem, akkor pénteken. Hát van, ameddig megpróbálom elvinni, várjál, mert most azt mondja, hogy ez az Eat a Joe's, pont ez az első. Ugyebár a Caves of Scopes-nál, ami azt jelenti, hogy van három pálya, azt hiszem. Az Eat a Joe's, a Joe the Extraterrestrial, én nem. Azt, tehát mi van? Az Eat a Joe's van. Utána van a Cave of Scopes, tehát ez már utána jön a fő boss pont. Akkor ezek szerint három pálya van már csak, amennyit meg kell csinálni. Mert akkor ez kövi, és akkor utána van a fő. Úgyhogy jaj, szóval így kell megoldjam. Na mindegy, úgyhogy akkor találkozunk majd a... vagy a holnapi, vagy a pénteki alkalommal. Ennyi lett volna mára, addig is további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!